Hetente tart istentiszteletet a művelődési házban a híd gyülekezete. A szertartásokat a fővárosból érkező pásztor vagy lelkész celebrálja. Idén nyáron alakult meg a híd gyülekezete Füzesabonyban. A hívek folyamatosan érkeznek, már 40-50 fő jár rendszeresen a városból és a környező településekről. A hívek hétfőnként a művelődési házban találkoznak. Először is úgy kezdődött, hogy körülbelül 35 évvel ezelőtt Németh Sándor körbejárta Magyarországot, és amerre ment, meghallgatták Isten igéjét, és nagyon sokan elfogadták, és elkezdték követni Istent, és így kezdődött el nyilván ebben a térségben, és így kezdődött először abban az időben. Később Nagy József pásztor járt ezen a vidéken, és több városban ő is alapított gyülekezeteket. Nyilván ez már Németh Sándor szolgálata nyomán sarjadt, és én is Budapestről érkeztem. Én most éppen pont Nagy Józsefet helyettesítem, ő például ma nem tudott jönni, de igyekszünk mindig ide jönni többen is Budapestről, de vannak itt a helyiek is, akik szolgálják Isten igéjét, és ez egy nagyon jó működő felállás így. Ahogy a lelkipásztor fogalmaz, futurista istentisztelet zajlik náluk. Megjönnek a testvérek, összegyülekezünk, tehát nem egy társadalmi programot kell elképzelni, hanem Isten igéje, illetve a názáreti Jézus Krisztus áll a közepén az egész rendezvénynek. Elkezdjük őt dicsérni zenével, és énekelünk hozzá, és egy személyes közösségünk erre alapszik, hogy dicsérjük őt, és azt mondja az Isten igéje, hogy ő az Izrael Istene a dicséretek között lakozik. És mi imádjuk őt, és dicsérjük őt, és jelen van közöttünk. Utána a prédikáció következik, amiben Isten igéjét hirdetjük, amiben élet és szellem van, és mi így tudunk venni erőt, így tudunk venni az hétköznapokhoz erőt, és nyilván ebben benne van az embernek az egész jövője, a sorsa, mert Jézus egy olyan személy, aki megmentette az emberiséget, és egy örökkévaló életet ígér, és ennek az ígéretnek a nyomán lettünk isteni természet részesei. Ezért tudjuk úgy ünnepelni, úgy imádni őt, mert egy futurista hitvallásunk van, és mi hitvalló keresztények vagyunk, és ezért is gondoljuk azt, hogy az elkövetkezendőben még többen leszünk, mert szeretnénk az evangéliumot hirdetni mindenhol, mert az egy győzelmi örömhír. Most a karácsonyi ünnepkör áll a középpontban. A názáreti Jézus Krisztus születését ünnepli a keresztény világ, és ebből az ünnepségből mi is kivesszük a részünket, ha szabad így fogalmazni, és megünnepeljük azt, hogy megszületett a megváltó, Isten tökéletes akaratából Isten emberré lett, megjelent közöttünk, meghalt értünk a bűneinket magára véve, és a harmadnapon feltámadt, és ez nagyon fontos megemlékezni a születéséről, és mi ezt meg is tesszük, és egy nagyon-nagyon kedves ünnepi hangulat kezdődik már-már, tehát a mai napon is.